Szeretettel köszöntök mindenkit az adventi ünnepkör kezdetén. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak adventi bejelentkezéseiben olyan rövid teológiai vagy szépirodalmi gondolatokat szeretnénk közvetíteni, amelyek segíthetik adventi készülődésünket Jézus Krisztus születésének ünnepére. Karácsonyra készülve egyik központi témánk a szeretet kérdése. Az alábbiakban Daniel Migliori teológiai alapozó gondolataiból olvasok fel egy rövid részletet. A Krisztusban való új emberség. A szeretet a Jézus Krisztusban legteljesebben megtestesült, másokkal és másokért való emberségesség új útja, amire Isten szent lelke tesz bennünket készségessé. Keresztény szeretet erős és önként odaadó. A hithez hasonlóan a szabadság cselekedete. Szabad gyakorlata az önkorlátozásnak, és annak, hogy tekintettel vagyok másoknak. Az a hajlandóság, hogy segíteni szeretnék másokon, különösen azokon, akiket ellenségnek neveznek. Az a készség, hogy megtegyem az első lépést az igazságosság, a kölcsönösség és a testvériség előmozdítása felé. A bibliai tanúságtétel szerint a szeretet elsősorban nem teljesítendő kötelesség. Sokkal inkább egy másokért megélt új szabadság, örömteli gyakorlata, amit mi magunk is úgy kaptunk. Keresztény szeretetet mindig megelőzi Isten irántunk érzett meglepő szeretete. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Akkor leszünk és akkor maradunk emberiek, ha tudatosan szolidárisak vagyunk testvéreinkkel bárhol a világon, mert ilyennek teremtett bennünket Isten. Nem az önző izoláltságra, hanem a többiekkel való mély és sokszor áldozattal járó szolidaritásra. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy egy olyan befogadó család tagjaivá válunk, ahol mindenki egymásnak testvére, és nincs többé romboló hierarchikus rendje zsidóknak és görögöknek, szolgáknak és szabadoknak, férfiaknak és nőknek. Azok az emberek, akiknek a szabadsága Isten kegyelmében gyökerezik, és akik meglepően szabadok másokkal és másokért, különösen azokért, akiket a többiek idegennek és nem kívánatosnak tartanak, ők mindig zavaró elemek lesznek egy olyan világban, amelyik túl jól ismeri az ura kényszerítő erejét és a szolgák szervilitását, de alig tudják elképzelni Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságát. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hittel, szeretettel és reménységgel veszünk részt abban az új emberiességben, ami Jézus Krisztusban jelent meg közöttünk.